A könyvet a B épület konferencia termében mutatták be egy beszélgetés keretében. Az eseményen közel 100-an vettek részt. Pap Sándor, a Pannon Egyetem professzor emeritusa elmondta, a kötet egy sorozat folytatása, amely 2002-ben kezdődött a Fagyöny civilizációval, 2010-ben a Titanic szindrómával folytatódott, 2012-ben pedig a természet könyve követte. Legújabb műve azt a kérdéskört járja körül, hogyan is alakulhat annak a civilizációs kulturális alakzatnak a sorsa, amely az elmúlt fél évezredben létrejött. Úgy véli, Európát ma az a veszély fenyegeti, hogy az európai ember elveszíti bizalmát történelmi öröksége iránt, és ez elvezethet oda, hogy a jövőre nézve is elbizonytalanodhatunk. A megoldást én személy szerint nem a nagy eszmék irányából várom, hanem az egyes ember, az emberi kisközösségek szerveződése oldaláról, amely kisközösségben kötőerők révén az együvé tartozás érzése megerősíthető, és ezek a kisközösségek hidakat építenek más hasonló kisközösségek felé. Tehát egy ilyen alulról történő építkezést látok én, ami egyetemes emberi értékek mentén, mint a szolidaritás elve, a szociális érzékenység, a bizalom, a hit, a segítőkészség, a megértés, a tolerancia, és így tovább, és így tovább. A kötetben szó van a professzor egyik legfőbb szakterületéről, a kémiáról is. Mint mondta, ma van egy bizonyos kemofóbia, pedig a civilizációs létünk ma már nem nélkülözheti a kémiai eszközöket, anyagokat, módszereket. A rendezvényt Felföldi Gábor vezette fel, majd dr. Gelencsér András rektor méltatta a könyvet, és beszélgetett a szerzővel a kötetről. Olyan ívű ennek a kérdésnek a kezelése, amely nagyon messze van az aktuál politikától, de azért modern is a maga értelmében, hiszen azért utal azokra a folyamatokra, amely napjaink hétköznapi problémái, de egyáltalán nem szűkíti a tárgyalást ezekre, hanem tulajdonképpen történelmi távlatokba helyezi Európa sorsát. Tehát azt vizsgálja, hogy az elmúlt 500 évben, amely tulajdonképpen Európa, a modern értelembe vett Európának a születésétől eltelt, hogy ebben Európa hogyan tudott a világban vezető szerepre szert tenni, hogyan tudta a világot meghódítani, és most, ha úgy tetszik, hogyan fenyegetik Európát azok a korábbi hódításaiból eredő társadalmi, gazdasági, természeti folyamatok, amelyet tulajdonképpen a világ Európának köszönhet. A Temetnünk kell-e Európát című kötet az egyetemi könyvesboltban vásárolható meg.